Igen, előző két videóból. Előző két videóból a mexikói bab, vagy rosszul mondom, mexikói csíris babot főztem. Túl sok, nagyon sok babot főztem meg. Elélet volna fele, még annyi sem, nem tudom. Igaz, hogy kétfelt a babot kellett volna használni, de közben én nem tudtam, hogy mennyi babot kell hozzáadni, megfőzni. Túl sokat főztem meg. Tehát minden olyan hozzá vagyok hozzászokva, ahol képes, hogy szerintem itt is lehet megoldást találni. Az a bab, az a mexikói csíris bab nagyon jó volt. És közben azért itt maradt a sok alapanyag. Akkor most mit is fogunk most mai videóban mi is mit fogunk főzni? Mai videóban főzni fogunk kozzán babot. Igen. Most beítettem én is a kozzáválni fogom a megmaradt babot. Vagy pontosabban tartósítani szeretném. Mert a babot, mikor nem lesz idő főzése, jó lesz az akkor. Nagyon jó lesz, hogy gyorsabb megfőzni egy leves. Na minden, én soha nem csináltam, hogy kozzámet. Most azt már videóban megpróbálom. Átézi víz van, alapanyag megvan, akkor üveg van, akkor van még nátriumbenzonát, és nem a tudod tartósítani. Na minden, akkor kezdjük is hozzá. Igen, elkezdjük tartósítani a kozzámet. Annak kell csinálni a meleg ágyat. Régi ruhadarabokból, amit nem használunk, elkészítsük, leteszünk a rabóba, mert én most rabót találtam meg, ami használható meleg ágynak. Ruhákat tesszük be, mégis, hogy legyen miben eltenni a üvegekbe, üveget. A babot tátosítani tudjuk. Jó, most féltesszük. Igen, most benne volt az a két bab, most hűtőbe hoztam ki, tehát ennek, ami a hűtőbe betette volna, a két babot összeöntötte. Igen, úgy volt, hogy egyben legyen. Már most minden két bab egyben, most egyben fogom felforralni, felfőzni. Igen, bedugjuk a nőzőlapot, bedugtuk. Kolátorba. Feltesszük a babot főni a nagyobb oldalára. Bekapcsoljuk. Legyen 240 fok. Egy kis átézi vizet adunk hozzá, nehogy leégjen. Összekeverjük. Lehet, abban úgyis csinálni fogok babkulást ebből. De nem is barva össze van keveredve. Hát igen, elkezdek felfogni, állatot kavarni kell. Mert lesül, leég. Hát főztük néhány pár percig, mint első felfőtt. Már egyszerűen fel van főve, üvegbe el tudna rakni, tartósítani tudja, úgyból fel kell főzni. Hát akkor az meg is van, mert a 60 fokra. Akkor meg kell tudjam tartani. Hát azért a másik világháború sótártóból egy kis sót teszem még be, ami biztos, hogy biztos. Nem tudom, mit fogom még belőle készíteni, de biztos, hogy gyors bableves lesz belőle. Felkavarni.
Hát akkor még egyszer felfőzzük, ami biztos, ja, nem kikapcsol, kikart nem kikapcsolni. Még egyszer felfőzzük, felbottáltom, utána tesszük a üvegbe. Közben kavalkatni, ne a lesüljön. Hát abból lesz gyors bableves is. Akkor ki is kapcsoljuk. Hát szerintem jó is lesz így. Először is üveget beáztassuk, forró meleg vízbe, már az fél fog csattanni. Azért kell beáztatni. És akkor megfogjuk a merőkanyarat, akkor így kell elkezőjába, hogy így esik meg a kezedre, hogy beletessük a üvegbe, befőttes üvegbe. Egy kis nátrium benzonátot is adunk hozzá, és végül tartósítva lesz a bal. Egy csipegi nátrium benzonát. Rácsavarok a kupakot, ja, vagy egy halálló kesztyű. Jó, rácsavarok, és akkor ilyet tessük a meleg ágyba. Ja, az is beállom. Hol meleg vízbe, mert nehogy szétcsattanjon. Vigyázzék, a baba nagyon forró. Végül csak el tudtuk tartósítani a babot. Jó lesz, hogy másnap ő is lehet, nagyon sokat főztem meg. De végül sikerült is a babot tartósítani. Azt is ugyanúgy, nátriumbenzonáttal, kicsit tesszük hozzá, és megkeresünk egy fedőt. És akkor, ja, hőálló kesztyű, persze, mert nagyon forró. Jó, először átcsaváljuk, és akkor az is betessük ide. Már csak ruhákat kell keresni. Jó. Ruhákat teszünk be. Jó, be kell próbálni, mint a babát. Jó, benyomkodni. Minél tovább legyen meg. Jó lesz az a meleg ágy a babnak, babpózzámnak. Hát sajnos kicsi, túl sokat főztem meg, de remélem, most nem vesztük el vele semmit. Én legalább meg tudom menteni. De ha sikeres lesz ez a megoldás, akkor látom fogok készíteni még babkonzerveket. Na, az is kb. 24 óra ez így becsomagol, így hagyjuk.
és közben eltesszük, fejjel tesszük, egy 24 óráig. Na akkor ezt fel is vesszük, felvesszük, és ide tesszük asztalra. Igen, akkor most az, hogy a 24 óra letelt, szerintem már ki is lehet csomagolni a befőltet, vagy nem befőltet, a konzervet, a babkonzervet. Hát elég sok ruha kellett hozzá. Minden is kezdünk szerkeszteni a videót. Remélem, sikerült a bab. Ez meg is volna. Már ki lesz, már kipróbálom. Az üveget elviszem megmosni. Hát azért annyit csak elmondtam ezzel a konzerv babbal, hogy semmi garancia nincsen, hogy nem romlik meg, nem megy tönkre. Nem lehet kitom, nem biztos, hogy eláll. Ha ez nem jön száz a kupak, akkor nem biztos, hogy el fog állni, lehet megromolhat is. Azt még nem lehet tudni, csak akkor tudja, amikor újból fel fogok használni és használni. Igen, most őszintén megmondjam, hogy nem gondoltam volna, hogy abban a videóból lesz három rész. Mert nem akartam, hogy igen, nem akartam konzervből főzni babot, nem akartam konzervből. Egy egyes babból, száraz babból akartam főzni. Mert konzervből babból egyszerűbb lett volna megfőzni azt a, igen, azt a mexikói chili babot. De minden, amiatt a túl sok babot áztattam meg, túl sok babot főztem meg, de végül én adtam el őket konzervbe, és életben ő három rész. Ha nem tudom, tudtam ezt a videóval segíteni, ezt a három videóval, de nagyon szépen megköszönöm, megtisztelták a figyelmükkel, tovább is minden jót kíván, ehhez Zoltán, a videóinfo 2. Ha elnyerte a videóm a tesztelését, kérem lájkoljanak, kommenteljenek és iratkozzanak fel erre a videó info kötője egy csatornára.